Felkészült a térre a nagyobb fűtési és energetikai kiadásokra a kálósemjéni önkormányzat, amely az idei évben is stabil gazdasági eredménnyel zár, mondta el 35 perc című műsorunkban a település polgármestere. Belica László hozzátette, az önkormányzat egész évben segíti a rászorulókat, és most is készülnek a szociális tűzifa programjukkal. Az idei évben ismét benyújtottuk mi is a pályázatunkat, 244 köbméternyi kemény lombú tűzifa vásárlására kaptunk lehetőséget. A képviselőtestület ilyenkor meghozza a szükséges rendeletet, és mi decemberi hónapban várjuk az igényeket, tehát úgymond a nyilatkozatokat, hogy kérik ezen szociális tűzifát, igényt tartanak rá, és mi január első hete után kezdjük el ennek a kiszállítását, és ahogy a szerződésben is vállaltuk, február 15-ig kihordjuk, kiszállítjuk minden egyes lakos számára. Idén is számos fejlesztés valósult meg a településen. A 2023-as évben közel 500 millió forintos külső forrásból érkezett fejlesztési összeggel tudott Kálósemjén gazdálkodni, még 30 millió forintos szintén beruházásokra fordított kiadását az önkormányzat saját erejéből végezte el. Belterületen elkészült a kerékpárútunk, nem volt egy egyszerű ez a beruházás, és most a külterületi résznek a tervezése zajlik. Tehát reményeink szerint a következő évben összeköttetésbe kerül Máriapócs és Kálósemjén külterületi szakasza is, ez több mint 500 millió forintos beruházást eredményez. Közigazgatásilag nem nagy területen van ott már nekünk feladatunk, de mégis azért fizikálisan, viszont annál több, hiszen kapcsolódik a mi belterületi szakaszunkhoz. Amit mindenképpen szeretnénk a jövőt illetően, hogy hála Istennek a belügyminisztérium, illetőleg a magyar kormány támogatásával egy bölcsődét sikerült építeni, egy kétcsoportos bölcsődét, amit már teljes mértékben feltöltésre került. Ugyanakkor látható az, hogy a gyermekvállalási kedvel az óvodán képületét azt kinőttük, tehát azt mindenképpen bővíteni szükséges, tehát ebben reménykedünk, hogy a következő évben ezt a célt el tudjuk érni. Talán kuriózum, hogy a település egy betontörőgépet is beszerzett idén, amelynek segítségével a törmeléket tudják hasznosítani. A önkormányzat 100%-os non-profit Kft., a Kállai Kúria non-profit Kft. Üzemelteti ezt a gépláncot, mert végeredményben ez két gépet is eredményez. És másrészt pedig ugye valahol mégiscsak oda kell figyelnünk a környezetünkre is, így az önkormányzatok is odafigyelnek. És ugye meglepődve tapasztaljuk, hogy mennyi betontörmelék van kint a határokban, és ennek a hasznosítását tűztük ki célul. Ez belügyminisztériumi támogatással valósult meg, ez közel 200 millió forint összegű beruházást eredményezett a településre. Az elmúlt évek gazdasági eseményei és tudatos gazdálkodása biztos alapot ad Kálósemjénben a jövőre nézve. Cél a belterületi úthálózat rekonstrukciója, illetve földutak szilárd burkolattal való ellátása, valamint óvodafejlesztés és az intézmények energetikai felújítása is napirenden van.